Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma november 13-a van, a Szilviák ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején jönnek a nap kiemelt hírei röviden. Az elektronikus útdíjrendszert érintő együttműködésről írt alá megállapodást a magyar és a szerb illetékes miniszter Belgrádban. 37 személy számára térítette meg a Magyar Nemzeti Tanács a külföldi oktatási oklevelek honosításának költségét. Országszerte tiltakozó megmozdulásba kezdtek ma az elégedetlen mezőgazdasági termelők. A Pannon RTV Salon Spitz című animációs filmje első lett kategóriájában a Szerbiai Kísérleti Csillagok Filmfesztiválon. Az elektronikus útdíjrendszert érintő együttműködésről írt alá megállapodást a magyar és a szerb illetékes miniszter Belgrádban. Lázár János és Goran Vészic a Szabadka-Szeged vasútvonal megnyitásának új időpontjáról, illetve más a két ország közötti közlekedést segítő intézkedésekről is tárgyalt. A magyar miniszter Facebook oldalán délután arról írt, hogy megegyeztek arról, hogy egyes szerb-magyar határátkelők hosszabb nyitvatartással működnek majd a jövőben. Magyarország stratégiai szövetségesként tekint Szerbiára, ennek a stratégiai együttműködésnek pedig fontos célkitűzése, hogy Magyarország lehessen Szerbia nyugati folyosója, hangsúlyozta Lázár János Belgrádban. A magyar építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy a Horgos-Röszke határátkelő bonyolítja a külső schengeni határokon a legnagyobb forgalmat, évi 13 milliónyi átlépővel. Mivel a kapacitások szűkek, a két kormány úgy döntött, hogy a magyar-szerb határon új határátlépési struktúrát igyekszik kiépíteni. Lázár János arról is beszélt, hogy Szabadka és Szeged között legkésőbb december első napjaiban megindul a vasúti közlekedés. Az út eleinte 80 percet vesz majd igénybe, azonban azon dolgoznak, hogy a menetidő minél jobban megközelítse a 60 percet. Hozzátette, 3 óránkénti járat lehetőséget szeretnének biztosítani az utazni vágyók számára. Tehát Szeged-Szabadka között megnyitjuk a vasutat, elkezdődik az útépítés Herceg-Szántótól délre, közlekedési miniszter úr egy fontos beruházása, és szeretnénk a határátlépési pontokat hosszabban nyitva tartani, és ezzel hozzájárulni a két ország szoros együttműködéséhez. A két miniszter egyébként elektronikus útdíjrendszerről szóló megállapodást írt alá, amely a szerb tárcavezető szerint azt bizonyítja, mennyire jó együttműködés van Szerbia és Magyarország között. Goran Vészic rámutatott, hogy a Magyarországon használt rendszert a jövőben Szerbiában is alkalmazni tudják, és ez főként a tengelysúlymérés teszi majd egységessé. Ez az informatikai rendszer a miniszterek szerint megkönnyíti a szerb állam működését, és bevételt is hoz, amelyből újabb utakat lehet építeni. Ne postoji ni jedna evropska zemlja sa kojom imamo bolju i bliskiju saradnju kad je u pitanju Republika Srbija od Republike Mađarske. I to je zaista nešto zbog čega smo mi ponosni, a kada je u pitanju saobraćaj, u narednih 4 do 5 godina neće biti ni jedne zemlje, ni jednog našeg suseda sa kojim će Srbija biti bolje saobraćajno povezana od Republike Mađarske. Magyarország és Szerbia között 9 határátkelő van. Ez lényegében azt jelenti, hogy átlagosan 17 kilométerenként van egy átkelő, azonban ezek közül csak 3 helyen van 24 órás útlevélvizsgálat. A többi átkelőt 7 és 19 óra között lehet használni. A Vajdasági Magyar Szövetség évek óta lobbizik azért, hogy a kisebb átkelők is hosszabb nyitvatartási idővel dolgozzanak. A személy és teherforgalom felgyorsításának lehetőségei a szerb-magyar határszakaszon. Egyebek mellett erről tárgyalt ma a szerb és a magyar belügyminiszter. Bratislav Gašić és Pintér Sándor egyeztetett a közúti határátkelők nyitvatartásának meghosszabbításáról is. A felek továbbá megbeszélést folytattak arról is, hogy a Belgrád-Budapest gyorsvasút esetében milyen határellenőrzési mód lenne a megfelelő. Gašić és Pintér egyetértettek abban, hogy a jövőben is készek folytatni az intenzív együttműködést az illegális migráció elleni küzdelemben.
A Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is fontos kapcsot képez Szerbia és Magyarország között. A határátkelők nyitvatartási idejének meghosszabbításáért már hosszú évek óta küzd a VMS, és mindkét ország kormányánál lobbiztak azért, hogy javuljon a helyzet, mondta a közügyekben dr. Pásztor Bálint. A Szabadka-Szeged vasútvonal várhatóan a hónap végig át lesz adva, viszont fontos, hogy a menetrend olyan legyen, ami megfelel az utazók elvárásainak, mondta a VMS megbízott elnöke. Arra van szükség, hogy folyamatosan járjon a vonat a két város között, emelte ki. A VMS megbízott elnöke a napokban Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel egyeztetett, ahol a közlekedési témák mellett szóba került a gazdaságfejlesztési program folytatása is. A közeljövőben újabb két pályázat kerülhet kiírásra mezőgazdasági termelők és vállalkozók számára. A hosszú időt követően egy házvásárlási pályázatot tudott a Prosperitáti Alapítvány kiírni a közelmúltban, és most arról beszéltünk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, hogy még két pályázat kiírására kerülhetne sor a közeljövőben. Az egyik a mezőgazdasági termelőkre vonatkozna, a másik pedig a cégekre, a vállalkozókra, a vállalkozásokra, a kisvállalkozókra vonatkozna. Ennek a részletei, illetve a részleteknek a kidolgozása az most ezekben a napokban zajlik, és bizakodó vagyok, és ha sikerülne ezeket a pályázatokat kiírni, az azt jelenteni, hogy 3 év után jelenhetne meg újra a pályázat. Harminchét személy számára térítette meg a Magyar Nemzeti Tanács a külföldi oktatási oklevelek honosításának költségét. Az erről szóló szerződéseket ma írták alá Szabadkán. A mostani költségek visszaigénylésére idén március és június között lehetett pályázni. Fontos, hogy holnap újra megjelenik a kiírás, amelyre február 14-ig jelentkezhetnek a diplomával rendelkezők. A Bezdáni Seres Árpád a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kihelyezett tagozatán szerzett ápolói diplomát. Ez egy nagy és fontos segítség volt számomra, mert levelezőként fejeztem be a végzést, úgy munka mellett, és nagy támogatás ez, hogy szakmailag is, és elhivatottságban is sokat fejlődtem. Márkovics Marina magyar-kanizsai származású, de ma már életvitelszerűen Belgrádban él. Az egyetemet a Budapesti Corvinus Egyetem kertészettudományi karának zentai kihelyezett tagozatán végezte. Ez a támogatás sokat segített, mivel anélkül nem bírtam volna fedezni a fél évenkénti egyetemi oktatást, tehát ez így nagyban segített ahhoz, hogy illetve a diplomafordítása is, hogy anyagiakban. A pozitívan elbírált támogatások nyertesei mind egyetértettek abban, hogy ha csak lehet, itthon szeretnének munkát találni. A diplomahonosítási folyamat az évek során könnyebb lett, egyebek mellett annak köszönhetően, hogy az MNT hatékonyan tud együttműködni a belgrádi Enik-Narik központtal is, magyarázta Fremond Árpád, az MNT elnöke. Természetesen az Enik-Narik központnak van egy illetéke, amit visszatérítünk, ez olyan 7,5 ezer dinár körüli összeg, illetve a fordítástól, a diplomától függően 10-30 ezer dinár az, amit mindenképp vissza tudunk téríteni, itt általában fordítási költségekről van szó. Az MNT a jövőben is évente több alkalommal indítana pályázati kört a diplomahonosítási költségek visszatérítésére a vajdasági magyarok részére. Fontos, hogy nem csak a Magyarországon szerzett végzettségek esetében igényelhető a támogatás, és hogy azok is pályázhatnak, akik régebben szereztek diplomát. Szerdán ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási és Kulturális Bizottsága, ahol elfogadják az oktatási és kulturális stratégiák tervezetét. Így november 15-én elindul a közvita a két dokumentumról, jelentette be a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. Az MNT elnöke hozzátette, a közvitákon kívül a dokumentum elérhető lesz, és írásban is továbbíthatóak a hozzászólások november 30-áig. Kiemelte, az MNT választások napra pontos egy évvel ezelőtt voltak, és ez idő alatt már sikerült elfogadni egy stratégiát a 2024-2029-es évre vonatkozóan, és ez egy nagy eredmény, tette hozzá Fremond.
kevesebb mint 365 nap alatt az első stratégiát már el tudtuk fogadni, ami a 2024-es, 2029-es időszakra vonatkozik, és azt gondolom, hogy ez egy nagy eredmény, és azt is szeretném mindjárt bejelenteni, illetve elmondani, hogy szerdán, november 15-én fog az Oktatási Bizottsága ülésezni, illetve a Kulturális Bizottsága a Magyar Nemzeti Tanácsnak, ahol elfogadásra kerülnek az oktatási és a kulturális stratégiának is a tervezetei, és gyakorlatilag szerdán, november 15-én elindul a közvita erről a másik két dokumentumról is, ami november 30-áig fog tartani, és szintén, ahogy a tájékoztatási stratégiánál lesznek közviták is, de gyakorlatilag a dokumentum elérhető lesz, és mindenki írásban megteti a részvételét. A határokon átívelő bűnözésről, valamint a stabilitás és a biztonság megteremtéséről is egyeztettek ma a Dél-Kelet-Európai Rendőrségi Együttműködési Egyezmény keretében Belgrádban. A megállapodásban résztvevő országok jelentős mértékben hozzájárultak a szervezett bűnözés és az illegális migráció visszaszorításában is, nyilatkozta Bratislav Gašić. A szerb belügyminiszter hangsúlyozta, Szerbiában az elkövetkező időszakban megerősítik a rendőri jelenlétet azokon a területeken, ahol befogadó központok épülnek. A megbeszélésen részt vett Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere is. Rámutatott, hogy az egyezménynek köszönhetően megvalósuló projektek nem csak a régió, hanem az Európai Unió biztonságát is szolgálják. Pintér kiemelte a Szerbia és Magyarország közötti együttműködés fontosságát is, amely a biztonság záloga. Az embercsempészettel foglalkozó szervezett bűnbandák felkutatása a legfontosabb feladat, jelentette ki Bratislav Gašić, szerb belügyminiszter, aki az éjszaka folyamán Horgoson egyeztetett munkatársaival az illegális migráció felszámolásának következő lépéséről. Mint mondta, az embercsempészek lefülelése mellett nagyon fontos azoknak a raktáraknak a felkutatása, ahol a bűnbandák a fegyvereiket rejtegetik. Az utóbbi két hétben a rendőrség munkatársai 4931 migránst fogtak el Szabadka-Zombor Nagykikinda és Pirot területén. Emellett 9 gépkarabélyt, 5 pisztolyt, több mint 1600 darab lőszert, több száz útlevelet és kisebb mennyiségű kábítószert találtak. Az akció során 8 szemét embercsempészet miatt tartóztattak le, további 190-et pedig különböző bűncselekmények miatt vettek őrizetbe. Országszerte tiltakozó megmozdulásba kezdtek ma az elégedetlen mezőgazdasági termelők. A szabadkai és környékbeli gazdák délben gyülekeztek, és már fél egy után mintegy 80 traktorral vonultak fel a nagyfényi körforgalomban. A félórás forgalomlassító és útlezáró tiltakozást 3:30-kor és 4:45-kor is megismételték. Holnap délelőtt 10 órától pedig folytatják. Az elégedetlen termelők a tavaly tavasszal nekik tett ígéretek teljesítését kérik az illetékes minisztériumtól, de követeléseik között a következő évre vonatkozó igényeik is szerepelnek. A tiltakozó gazdák, mint ahogy a mögöttem is látható, nagyszámú traktorral már a tervezetnél korábban, tehát 3:45 körül lezárták a Szabadka és Nagyfény közötti utat, mégpedig a körforgalomban. Így nem csak Szabadka és Nagyfény között bénították meg a közlekedést, hanem Békova irányából az Y-ágon keresztül Bajmok felé, illetve a Bajmok felé haladó körforgalomig, illetve Kelebia irányába se lehetett eljutni. A tiltakozás első körben nagyjából fél órán át tartott a közlekedési rendőrség felügyeletével. Az autósok többsége egyetért a gazdák követeléseivel, de szerintük nem az útlezárása a megoldás. Ali treba država da nađe načina da reguliše sa poljoprivrednicima šta treba. A da li je ovo način da se iskaže protest, znači blokada puta? Ne. Ne, jer više štete imaju ovi što stoje na putu, nego ovi što protestuju. A kedvezményes üzemanyagvásárlás mellett a gazdák követelik a növénytermesztéshez a hektáronkénti 35 ezer dináros támogatást. Ezt indokoltnak tartják, mivel a mezőgazdasági termékek árai alacsonyak, és az államnak lehetőség szerint támogatnia kell a növénytermesztést.
Az állattenyésztés esetében azt kérik, hogy a tejprémium a literenként 19 dinár legyen, a tejelőtehén tenyésztési ösztönzője egyedenként 40 ezer dinár, valamint azt, hogy az üsző tovább tenyésztését tejelőtehénné 100 ezer dinárral ösztönözzék. A ljudi su gadnom problemu, cene su jako niske naših proizvoda, veštačko džubrivo, hemija, seme, sve skupo, tako da bi trebalo ministarstvo to što hitnije da sprovede. Što se tiče tržišta žitarici, to je bio jedan od zahteva, da se reguliše to tržište, ima zakon o robnim berzama, da se to sve definiše, da nismo više u ovoj situaciji, da nama bude kukuruz 15 dinara, žito 18-19, a kifle 50 dinara u prodavnici. Azt is kérik, hogy a földművesek nyugdíj és betegbiztosításának kérdése is tartósan oldódjon meg. A szabadkai tiltakozáson nagyfényi, györgyéni, kisboszniai, tavankúti, mérgesi és ludasi termelők vettek részt, de kedden várhatóan más településekről is csatlakoznak hozzájuk. A tervek szerint a tiltakozó megmozdulások a követelések teljesítéséig tartanak majd, de Szabadka területén egyelőre csak a nagyfényi körforgalom lesz a továbbiakig is időszakosan lezárva, ígérték a szervezők. A Pannon RTV Szalonspic című animációs filmje első lett kategóriájában a szerbiai Experimental Superstars, vagy a Kísérleti Csillagok filmfesztiválon. Az idei versenyt november 9-e és 11-e között tartották Újvidéken. Az alkotás az Experimentalna Srbija, azaz a szerbiai kísérleti filmek kategóriájában versenyzett más művekkel. A rövid film, amelyet mások mellett Miskolci Roland, Agárdi Gábor, Varga Olga és Nagy Gergely jegyeznek. Korábban filmetűt kategóriában második lett a magyarországi 17. Göcsej film szemlén, illetve fesztivál igazgatói fődíjat kapott a rövidfilmek párizsi fesztiválján, azaz a Paris Short Film Fesztivál mustrán. A munkát színek, hangok, képek erős világa jellemzi, és külön érdekessége, hogy a legendás magyar színművész Koltai Róbert adta hozzá hangját. Az animációhoz használt illusztrációk pedig a néhai magyar festőmű művész Ruzsicskai György munkái, aki Párizsban is alkotott. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Megkezdődött a magyar kanizsai vigadó felújítása, először az épület teraszát újítják fel. Elveszítette a vajdasági derbit a TSC, kikaptak a Vojvodina csapatától. Harmincnyolc napja tart a fegyveres összetűzés Izrael és a Hamász között. A harcok Gázában további kórházakban lehetetlenítették el a betegápolást. Teljesen összeomlott a Szifa és az Al-Quds kórház, ahol üzemanyag, áram és víz nélkül próbálják ellátni a betegeket. Izrael állítása szerint Szifa 300 liter üzemanyag küldeményt utasított vissza a Hamász nyomására, amit a palesztin félkatonai szervezet tagad. A harcokban találat érte az ENSZ gázai irodáját is. Izrael ismét célba vette a Hezbollah libanoni állásait. Az izraeli hadsereg folytatja a gázai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai infrastruktúrájának felszámolását. A katonák az övezet északi részén egyre nagyobb területet ellenőrzésük alá vonva átkutatnak minden épületet, közölte hétfőn a hadsereg szóvivője. A közlemény szerint az iskolák és egyetemek épületeiben, a mecsetekben és az iszlamisták otthonában a katonák fegyvereket, robbanószereket és haditerveket találtak. Már nem működik kórházként Gáza városában a Sifa kórház, és jelentősen megnőtt a halálesetek száma a kórházban, közölte az Egészségügyi Világszervezet vezetője. Tedros Adhanom Ghebreyesus elmondta, hogy folyamatosak a lövöldözések és bombázások a kórház körzetében. Az egyébként is kritikus körülmények tovább romlottak. Három napja nincs áram és víz, valamint nagyon rossz az internet kapcsolat is, ami szintén hátráltatja őket a betegek ellátásában. A Sifa kórház arról tájékoztatott, hogy a koraszülött csecsemőkön az ápolók kézzel végeznek mellkasi masszást, hogy életben tartsák őket.
Már a harmadik koraszülött csecsemő halt meg az áramhiány miatt. Rajtuk kívül az elmúlt három napban legalább 32 páciens halt meg. Ebben a kórházban szombat óta nem végeznek műtéteket, mert a teljes kórházi komplexum üzemanyag és ennek következtében áram nélkül maradt. A Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint még legalább 2300 ember tartózkodik a kórházban. Vasárnap 826 külföldi állampolgár hagyta el a gázai övezetet az Egyiptomba vezető Rafahi határátkelőn keresztül. Az egyiptomi határőrség adatai szerint a harcok kezdete óta ezen a napon távoztak a legtöbben. Rajtuk kívül 9 sebesült palesztint is evakuáltak Egyiptomba. A központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő személyek számára nyújt lehetőséget a budapesti székhelyi Semmelweis Egyetem Pető András karának ma kezdődő 2 hetes intenzív kurzusa, amelyet a Szabadkai Vackor iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény épületében tartanak. A 2 hetes időszakban szűrővizsgálatokra és új személyek felvételére is sor kerül. Ezekre az alkalmakra a szakemberek a központi idegrendszer sérüléssel rendelkező gyermekeket, valamint a szklerózis és multiplex, Parkinson, kór, stroke, agyvérzés vagy baleset következtében kialakult idegrendszeri sérüléssel élő felnőtteket várnak. A szűrésre egész Vajdaság területéről jelentkezhetnek a lakosok. A Szekeres László Alapítvány VM4K munkatársánál a 024 670 010-es telefonszámon lehet jelentkezni hétköznaponként 9 órától 15 óráig. A fejlesztés a magyar kormány támogatásával valósul meg. Megkezdődött a Magyar Kanizsai Vigadó felújítása. A beruházás első fázisa az épület terasz részének helyreállítását foglalja magába. A beruházás a Művelődési Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg, összesen mintegy 13 millió 350 ezer dinárból. Nagyban folynak a munkálatok a város legszebb szegletében található, egykor igen közkedvelt Vigadó épülete körül, ahol a terasz részt újítják fel. A munkálatok a Szabadkai Község Közi Műemlékvédelmi Intézet felügyelete mellett folynak. Hosszú éveken keresztül folytak a tárgyalások, hogy hogyan és milyen formában kerüljön visszaállításra a Vigadó régi állapota. Nem csak építészeti munkálatokról van szó, hanem fontos tartalmilag is megfelelő tervekkel előállni. Emelte ki Fejsztámer Robert polgármester. És ez az elsődleges munkálat pont azért zajlik csak kívülről, tehát magához az épülethez nem nyúlunk hozzá, hanem a terasz részét rakjuk rendbe, tehát visszaállítjuk a régi állapotába magát a teraszrészt, nagyságában, magasságában, összetételében, hogy elinduljon egy olyan lendület, amire majd a Kulturális Minisztérium rá tud csatlakozni. A beruházást az illetékes tárca támogatta 11 millió dinárral, az önkormányzat pedig 2,5 millió dinárral járult hozzá. Az előkészítési munkálatok várhatóan december végére elkészülnek. Ezt követően pedig a minisztérium támogatásával a Vigadó további felújítása is megtörténne. Ez kulturális és idegenforgalmi szempontból is fontos. Az épület felújítása mellett az illetékesek gondolkodnak a népkert felújításában is, amelynek tervét közösen a lakosokkal szeretnék kidolgozni. Szeretnénk majd elindítani, az első eseményünket tavaszra tervezzük, a népkertnek a revitalizációjával foglalkozni, és ezt úgy szeretnénk megvalósítani, hogy bevonjuk a lakosságot is ebbe a tervezésbe. Erre a célra pedig hamarosan létrejön egy online felület is, ahol informálódhatnak és bekapcsolódhatnak a programba a polgárok. Mártonnapi ünnepséget tartottak ma Csókán. Az eseményt 11. alkalommal szervezte meg a Csókai Reneszánsz Mezőgazdasági Termelők Egyesülete. A találkozón mezőgazdasági kérdésekkel foglalkoztak, illetve évértékelőt tartottak. A község számos pontjáról érkeztek mezőgazdasági termelők az eseményre, amelyen egyúttal részt vettek a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének munkatársai is. A résztvevők tapasztalatot is cserélhettek.
Nagyon fontos ugye nekünk, mint gazdálkodóknak, hogy információt kapjunk. Most itt vannak eminens emberek, akik szakemberek és fölvilágosítanak, mert hát lassan a gazdának is egy kis információ mindig szüksége van, mindig van információra szüksége. Az eseményen a gazdák a támogatásokról, pályázati lehetőségekről és a jövőbeli tervekről hallhattak bővebb információkat. És hát mi itt most megjelentünk, ugye, hogy elmondjuk, hogy igazából milyennek látjuk ezt az évet, meg hogy közösen megbeszéljük a termelőkkel, hogy igazából így az év végén következtetéseket levonva kiértékeljük az évet. A Csókai Reneszánsz Mezőgazdasági Termelők Egyesülete már 11. alkalommal szervezte meg a találkozót. Mert évről évre több tíz gazdának az igényeit, az éves problémájait itt ez alkalommal átbeszéljük. Szakmai megfontoltságú kérdésekre itt kapnak válaszokat. Az eseményen mások mellett jelen volt Ótot Róbert, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes, Molnár Viktor, a tartományi mezőgazdasági fejlesztési alap igazgató helyettese, és Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje is. Fennállása óta az idén történt meg először, hogy nem nyitott ki júniusban az Óbecsei Sportközpont szabadtéri medence komplexuma, és egész nyáron zárva is maradt. Ennek oka az volt, hogy Óbecse község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó stábja március 10-én rendkívüli helyzetet hirdetett a medencéknél lévő 100 éves inaktív kutaknál észlelt gázszivárgás miatt. A szerbiai kőolajipari vállalat szakemberei a napokban láttak hozzá ennek a négy úratnak a likvidálásához, és várhatóan az év végéig be is fejezik a munkát. Ovim aktivnostima, ovim radovima, jednom za svagda ćemo likvidirati ove bušotine iz bezbednostnih pre svega razloga i ne samo od iduće godine za kupališnu sezonu da će biti spreman otvoreni bazen, nego za celokupan naredni period, dakle jednom za svagda da rešimo problematiku ovih bušotina. Takođe, nakon završetka ovih radova, opštinski štab za vanredne situacije će zapravo ukinuti vanredno stanje i očekujem da se pripremimo za narednu kupališnu sezonu. A szerbiai Mária Rádió ma ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódóan háladó szentmisét tartottak a stúdióház kápolnájában. A szerbiai Mária Rádió első adása 2003. november 13-án indult. A szerkesztőség központi székhelye Újvidék volt, majd 2006-ban megnyílt a segédstúdió Szabadkán. Ekkor a magyar és horvát szerkesztőség még együtt tevékenykedett. A Mária Rádió non-profit szervezetként működik, és önkéntes adományokból tartja fenn magát. Trenka Irén is önkénteskedik a Mária Rádióban. Szeretek önkénteskedni. 10 éve már teszem a Mária Rádióba, és nem csak a műsor véget szoktam bejönni, hanem mikor más meghívások is van. Szeretettel jövök, mert ők is nagyon kedvesek, aranyosak, és akkor így a Szentlélek vezet bennünket. 2013 őszén a Mária Rádió világcsaládjának jóváhagyásával a szerbiai Mária Rádió két nyelvterületű szerkesztőségé alakult, és székhelye Szabadkára került. 2014-ben pedig megalakult a Mária Rádiónkért Egyesület, amely a magyar nyelvű szerkesztőséget irányítja. A jelenlegi szerkesztőségnek 4 állandó tagja van, és a 4 állammunkatárssal 24 órás magyar adást tudunk közvetíteni, ebből frekvencián megosztott frekvenciaidővel, a horvát szerkesztőséggel és a Pravoszláv Egyház rádiójával, gyakorlatilag Szabadkán 8 órát szólunk naponta, Újvidéken 12 órát. A rádióban rendszeresen közvetítenek szentmiséket, rózsafűzért imádkoznak, de helyet kapnak a lelki témájú tanítások, a bibliai témák, valamint a műsor folyamba bekapcsolódnak a helyi egyházi és civil szervezetek is. Az én bekapcsolódásom az a kezdetek kezdetén annyi volt, hogy volt egy családműsorom, amin hetente a családok életéről beszéltünk a Mária Rádióban. Nagyon-nagyon szép volt az útja.
a ferencesek által érkezett el hozzánk a Mária Rádió, Harmad Károly atya. A Mária Rádió fő feladata, hogy az örömhír eljusson minden otthonba. A szerkesztőség külön figyelmet fordít arra, hogy az ágyhoz kötött beteg emberek is a közösség részeként imádkozhassanak. Elveszítette a vajdasági derbit a TSC, a Vojvodina csapatát fogadták a szerbiai szuperligában. A TSC labdarúgóinak mindössze egyetlen napjuk maradt felkészülni, mivel csütörtök este játszottak a Freiburg ellen. A vereség ellenére a TSC továbbra is a tabella harmadik helyén áll 26 ponttal, míg a Vojvodina 22-vel a negyedik. A következő fordulóban a topolyaiakra ismét nehéz meccs vár, akkor a Partizánnal csapnak össze, mégpedig idegenben. Nagy küzdelmek árán Novák Djokovic végül felülkerekedett Holger Runén a torinói évzáró mestertornán a zöld csoport első mérkőzésén. A világ első szerb teniszező 2-1-re nyert a dán játékos ellen. A kimerítő mérkőzés több mint 3 órán át tartott. Ezzel a győzelemmel Djokovic bebiztosította magának az első helyet az idény végéig, világ elsőként zárja az évet, és több mint 400 hetet lesz az ATP lista élén. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Az elektronikus útdíjrendszert érintő együttműködésről írt alá megállapodást a magyar és a szerb illetékes miniszter Belgrádban. 37 személy számára térítette meg a Magyar Nemzeti Tanács a külföldi oktatási oklevelek honosításának költségét. Országszerte tiltakozó megmozdulásba kezdtek ma az elégedetlen mezőgazdasági termelők. A Pannoner TV Salon Spitz című animációs filmje első lett kategóriájában a Szerbiai Kísérleti Csillagok Filmfesztiválon. Köszönjük, hogy velünk tartottak, még több hír várja önöket a bananertv.com-on. Folytassák velünk az estét, minden jót kívánunk, a viszontlátásra!